Asher Metsző Jack volt az első modernkori sorozatgyilkos. 1888-ban legalább 5 nőt ölt meg London East End negyedében, és a rendőrség nem tudott a nyomára akadni. Akkoriban még nem tudták úgy felderíteni a bűntények helyszínét, mint ma. Nem rögzítettek új lenyomatokat, nem végeztek vércsoportvizsgálatokat. Laura Richards viselkedéspszichológus, a londoni Scotland Yard erőszakos bűncselekmények elleni központjának szakértője. Részt vesz az eset feltárásában, melyet meg annyi összeesküvés elmélet és mítosz övez. Laura több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a legveszélyesebb bűnözők, nemi erőszakot elkövetők és sorozatgyilkosok kézrekerítésében. Szakemberekből álló csapatával a 21. század technológiáját bevetve igyekszik belelátni az elkövető agyába. Hasfelmetsző Jack esete nagy kihívás a számunkra. Nem értjük, mi vitte rá arra, hogy kizsigerelje áldozatait, és azt sem tudjuk, ki volt ő egyáltalán. Földrajzi adatgyűjtés, digitális képalkotás és a bizonyítékok DNS elemzése. Ilyeneket eddig sosem végeztek. Hol élt, hogy nézhetett ki, hogyan és főleg miért gyilkolt? Laura azt is feltárja, hogy sikerült a történelem leghíresebb gyilkosának kicsúszni a üldözői markából. Több mint egy évszázaddal az események után a nyomozók újra Hasfelmetsző Jackre vadásznak. Ő volt a feleségem, Polly Nichols. Annie a testvérem volt, John Chapman özvegye. Az elkövető sokszor gyilkolt, ragadozóként hajszolta a nőket, akiket megölt. Úgy éltünk együtt, mint egy házaspár. A neve Liz Stride volt. És nem csupán gyilkolt, meg is csonkította az áldozatokat, és nyilvános helyen hagyta a testüket. Ez nagyon megalázó tett volt. A neve Catherine Eddowes. Laura számára Hasfelmetsző Jack esete még lezáratlan ügy. Nagyon sok dolog megfogott engem ebben a történetben. Nem csupán az, hogy itt Londonban, az én terepemen történt. Az áldozatok védtelensége, a szomorú életmódjuk az, ami a kiinduló pont és egyben a végpont is lehet. Laura feladata a magatartás elemzés. A gyilkos minden tettével elárul valamit önmagáról. A hasfelmetsző 100 évnél is régebben követte el tetteit. Laura mégis megfejtheti jellemét. A gyilkosság megelőzési csoportnál sok értékes leckét megtanulhatunk. Ezek segítségével pedig jövőbeli bűntényeket hiúsíthatunk meg. A rémtettek hosszú évtizedeken átborzolták a lakosok idegeit. A felderített tényeket azonban eltitkolták. Több mint 200 név merült fel gyilkosjelöltként, véget nem érő spekulációk kezdődtek. A tettest azonban sosem kapták el. A viktoriánus London rendőrsége meg volt győződve, hogy a gyilkosságokat egy elmebeteg követte el. Egy ártalmatlan elmebeteg. Aaron Kosminski lett a legfőbb gyanúsított, mivel értett a kizsigereléshez és állítólag hangokat is hallott. Később jöttek az összeesküvés elméletek. Lehetséges, hogy a gyilkos Albert Edward herceg, Viktória királynő unokája, vagyis a trónörökös volt. Ez teljes képtelenség. Minden gyilkosság esetére volt alibije. Vagy esetleg Viktória orvos, aki szabadkőműves szekta tagja volt? Mindenféle agyament ötletek kerültek elő, amiktől meg kellene szabadulni. De még a mai napig kerülnek elő újabb és újabb nevek. Hasfelmetsző Jack nevével az újságokat is jobban el lehetett adni. A sajtó legendát gyártott belőle, vadásztak rá, mintha csak egy játék lett volna. Mivel ő volt az első modern sorozatgyilkos, a rendőrségnek egyszerűen nem voltak megfelelő módszerei. 4 eredménytelen év után a nyomozást végül lezárták. Laura most újra kezelésbe veszi az ügyet, a legfőbb tényekre összpontosítva.
A cselekményeket vizsgáljuk. Ezekből próbálunk az elkövetőre jellemző utalást találni, anélkül, hogy a gyanúsítottakból indulnánk ki. Úgy dolgozunk, mint bármelyik másik esetben. A végcél a gyilkos teljes pszichológiai vizsgálata. A kiinduló pont a viktimológia. Hogy közelebb jussunk a tetteshez, előbb meg kell ismernünk az áldozatokat. Ha megtudjuk, hogy élt valaki, abból az is kiderülhet, hogyan halt meg. Általánosan elfogadott tény, hogy 5 embert ölt meg, Polly Nichols-szal kezdve. ...43 éves, felnőtt gyermekekkel, férjétől külön élt. Nem volt állandó lakhelye, sokat tartózkodott az utcán. Alkoholista volt. Egy idő után minden nap berúgott. Ezért is hagytam el végül. Hogy megértse, miként kezdődtek a rémségek, Laura felkeresi a tett helyszínét. Egy kép 1000 dologról árulkodhat, de egy személyes látogatás milliónyiról. Ez a munkám nagyon fontos része. Ez a Bucks Row, ahol az első gyilkosság történt. Polly Nichols 1888. augusztus 31-én a korai órákban halt meg. Don Rambillo, a hasfelmetsző szakértője, bárkinél jobban ismeri ezeket a helyeket. Korábban a londoni rendőrségnél dolgozott. A Bucks Row a város szívében, az East End-en található. Az 5 gyilkossági helyszín közül ez változott a legkevesebbet. Ez a régi iskolaépület mögöttünk már 1888-ban is itt állt. Az utcán alacsony, lépcsőzetesen elhelyezkedő házak álltak. A nő egy kapuajban feküdt, itt. Borongós idő volt, és az egyetlen lámpa az utca túlsó végén égett. Erre voltak a lábai, arra a feje. És ki találta meg a tetemet? Két munkába igyekvő férfi, Charles Cross és John Paul. Először Cross látta meg, de azt hitte valami vitorlavászonzsák. Csak amikor egészen a közelébe ért, akkor látta, hogy egy emberi test. Amikor a holttestet a hullaházban megvizsgálták, akkor fedezték fel a hason ejtett nagy, mély vágásokat. Egy hosszú 15-20 centis bemetszés az egyik oldalon, egy hasonló a másikon. És keresztvágások is voltak. Polly sérülései messze meghaladták a halálos szintet. Nemi szerveit kimetszették. Laura ennek az okát is szeretné megtudni. Miután megölte őket, nem hagyta ennyiben. Lehet, hogy nem is a gyilkosság maga a motiváció, hanem másféle viselkedést akart kifejezésre juttatni. Polit nem erőszakolták meg, de a támadás jellege és brutalitása már is elárul valamit a gyilkos elme állapotáról. Nem volt nemi erőszak, de a szexuális motiváció mégsem zárható ki. Ilyen erőszakos tettek esetén elképzelhető, hogy az elkövetőt szexuális vágy hajtotta. Én úgy vélem, hasfelmetsző Jack nem indítatású gyilkosságokat követett el. A szexuális motiváció arra enged következtetni, hogy a tettes férfi volt. Laura azt próbálja megérteni, mi vezette a gyilkos Polly Nicholshoz. A nő történetét is meg kell ismernie. Mindent meg kell tudnunk róluk. Kik voltak, hol vásároltak, kikkel éltek együtt. Voltak-e barátaik, családtagjaik? Valahol a nők életében kell keresni a választ arra, miért pont nekik kellett meghalniuk, miért őket választotta a hasfelmetsző. A feleségem volt. Nem hiszem, hogy lettek volna ellenségei. Túl jóságos volt. Laura egy patológussal is konzultál, hogy kiderüljön, hogyan ölt Jack. A gyilkosságok módozataiból az elkövetésért felelős személyre is következtetni lehet. Olyan technikákat, eszközöket és szakértelmet állíthat hadrendbe, amelyről 1888-ban a bűnüldözők még nem is álmodhattak. Ám egy több mint 100 éves ügy vizsgálata különleges kihívást jelent. A büntettekre olyan világban került sor, amely ma már nem létezik. Ha Laura meg akarja érteni a történteket, meg kell ismernie a Whitechapel képét. Ez az a néhány négyzetkilométeres terület, mely Polly Nichols otthona és a hasfelmetsző vadász területe volt.
Mit keresett Polly a Buxrón? Valószínűleg kuncsaftot. Aznap már három vendége is volt, de a pénzt Jeanre költötte. Prostituált volt? Igen, az volt. És szeretett volna egy negyedik kuncsaftot szerezni aznap estére. Új kalapja volt, és nagyon vonzónak érezte magát benne. Részeg volt, de azt hitte, így is vonzó. Szexuális szolgáltatást nyújtó prostituáltak gyakran válnak áldozatokká, mivel szinte tálcán kínálják a lehetőséget. Polly Nichols is életmódja miatt lecsebezhető. A hely, ahol élt, már a hasfelmetsző felbukkanása előtt is London legkeményebb környékének számított. Az East End-en született gyermekek 55%-a nem érte meg az 5 éves kort. Ezt a társadalmat a szegénység és az alkohol uralta. Az ital ugyanúgy hatalmába kerítette a londoni nincsteleneket, mint a crack egy évszázaddal később az amerikaiakat. Mindenütt részegség, megvert asszonyok és gyerekek, csupa erőszak. És ennek a gyökere a társadalmi viszonyok brutalitása volt. A kemény harc a mindennapi munkáért. A Pollyhoz hasonló nőknek csak a prostitúció jelentett megélhetést. Vannak, akik szerint minden 16. épület bordélyházként működött. És Whitechapelben, ezen a viszonylag kis területen 5000 utcanő tevékenykedett. Hogy érzékeltessük, milyen életet éltek ezek az emberek, egy prostituált 2-3 penéért, vagy egy vekni száraz kenyérért árulta a testét. Nem csak Polly Nichols, hanem mind az 5 áldozat ilyen körülmények között ezen a környéken élt. Amennyire én tudom, ez az egyetlen sorozatgyilkosság, ahol az összes tett hely kevesebb, mint 2 óra alatt gyalog is bejárható. Egy alig másfél kilométeres kört kell elképzelnünk. A gyilkos tudatosan szemelte ki ezt a negyedet. Ez a környezet tökéletesen megfelelt a hasfelmetsző céljainak. Vajon a kriminálpszichológiában vadorzóként emlegetett típus volt, aki valahol máshol élt és csak vadászni járt ide, vagy martalóc volt, aki saját lakhelye környékén csapott le? Laura a földrajzi adatgyűjtés módszeréhez fordul. Ezt a térképészeti eljárást a bűnüldöző szervek világszerte használják, hogy értelmezzék a tett helyek közti kapcsolatot. A módszert dr. Kim Rossmo, a Texasi Állami Egyetem kutatója fejlesztette ki. Az egykori rendőr és matematikus néhány évvel ezelőtt felfedezte, hogy az elkövetési helyszínek alapján következtetni lehet az elkövető kiinduló pontjára, lakhelyére is. A legtöbb bűnöző meghatározott körben kutat célpontok után. Szeretnek otthonukhoz közel, mégsem a közvetlen közelében lecsapni. Szeretnék megőrizni anonimitásukat, nem kockáztathatják, hogy valaki felismerje őket. Dr. Rossmo több tucat megoldott eset alapján állította fel képletét. Ez a bűnelkövetési helyszíneket és a terület jellegzetességeit, az utakat, épületeket, nyilvános intézményeket is számításba veszi. A több millió műveletet számítógép végzi el, hogy meghatározza a legvalószínűbb helyeket. A térképen színkódok jelzik a valószínűséget. Az elkövető otthona a legkevésbé valószínű, hogy a fekete körzetben van. A legvalószínűbb lehetőség pedig a vörös zóna. Tekintve, hogy a hasfelmetsző egy szűk területen követte el tetteit, előfordulhat, hogy dr. Rossmo még az utcát is meg tudja nevezni, ahol 1888-ban a kutatást kezdeni kellett volna. Amíg Laura a földrajzi adatgyűjtés eredményére vár, tájékozódik a második gyilkosság részleteiről. Az eset 9 nappal azután történt, hogy Polly testét megtalálták. A távolság csupán 800 méter. Az újabb helyszín a Hanbury Street. Az áldozat neve Annie Chapman. 1888-ban ez az épület a Shoreditch Town Hall halottkémi bíróság volt. Itt vizsgálták a hasfelmetsző bűneinek részleteit. Laura ma azért érkezett ide, hogy beszéljen Neil Sheldonnel. A férfi az áldozatok sorsát tanulmányozta. Szerinte Annie Chapman élete hullámvölgybe került. Mondanál erről valamit, Neil? Persze. Az összes áldozat a munkásosztályból származott. Egyedül Annie Chapman rendelkezett kicsit jobb háttérrel. A férje 18 hónappal ezelőtt halt meg, és ezután ő is elhagyta magát.
Teljesen átlagos házaspár volt. John a férj munkát kapott egy előkelő úrnál a Bond Street-en. Kocsisként dolgozott nála. Sajnos Annie meglopta a munkaadójukat, így kirúgták őket. Valószínűleg ekkor kezdtek mindketten inni. Aznap este is biztosan részeg volt. Szóval ez jellemző volt rá, és azt is tudjuk, hogy hivatásos örömlányként kereste a kenyerét. Igen, alkalmanként ezzel is megpróbálkozott. Az udvar, ahol Annie-t megölték, ma már nem létezik. Hogy felidézhesse a történteket, Laura képzeletben építi fel a helyszínt. Sok fényképet és korabeli rajzot használ fel a rekonstrukcióhoz. Egy bábú szemlélteti az áldozat testhelyzetét. Ez tehát a Henbury Street 29-es szám. A lépcső mögött egy háromszintes, viktoriánus stílusú ház emelkedett. Szeptember 8-án reggel 6 óra körül John Davis teherkocsihajtó a 29-es szám lépcsőjén lépkedett lefelé. Épp munkába indult. Meglátta, hogy a hátsó ajtó félig nyitva áll. Oda ment, hogy körülnézzen. A fej a legalsó lépcsőfoktól 15 centire helyezkedett el. A bal kara bal mellen nyugodott, a lábai széttárva voltak. A lábfejek a talajon voltak, a térdek kifelé néztek. Az első gondolatom az volt, hogy mennyi a hasonlóság Polly Nichols esetével. Az áldozatok testét mindkét esetben védtelen pózban hagyták. Annie Chapman nyakán a vágás olyan mély volt, hogy csak nem lemetszette a fejét. A méhe részben hiányzott. A belejét kiszedték és kidobták a bal válla mellé. Az egyik szemtanú így számolt be a látványról. Aki csak látta a testet, úgy megrémült, hogy rögtön el akart rohanni onnan. Vannak kifejezetten funkcionális cselekmények. Az áldozatot le kell gyűrni, megakadályozni, hogy sikolcson. A lehető legrövidebb időn belül mozgásképtelenné kell tenni. De emellett vannak csak rájellemző egyéni részletek is. A tetteiben fel lehet fedezni az élvezeteket. Ezek csak erre az elkövetőre jellemzőek. Tudatos döntés volt, hogy feltárja az áldozatok belső szerveit. Azok egy részét, főként a méhet magával viszi. Más darabokat a meggyilkolt nő feje közelében helyez el. Laura arra a következtetése jut, hogy a gyilkos még a tett elkövetése közben is tisztában volt a következményekkel. Tudta, hogy megdöbbenést és rettegést fog kiváltani, és előre örült ennek. A holttestet szándékosan hagyta pont ebben a pózban. Érdekelte az emberek reakciója, a hatás, amit kivált. Feltehetően számítóan tervezett. Ugyanakkor olyan helyzetbe sodorta magát, ahol nagy volt a lebukás veszélye. A Henbury Street 29-ben 17 ember lakott, akik a nap minden szakaszában ide-oda járkáltak. Könnyen megzavarhatta volna valaki. Az áldozatok megtámadására elég forgalmas pontokat választott ki. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy hajlandó volt vállalni a magas kockázatot. Ez a hasfelmetsző önuralmáról is elárulhat valamit. Lehet, hogy nem tudott ellenállni a gyilkolás vágyának, nem számított, mi történik vele. Vagy épp nagyon is fegyelmezett volt és magabiztos, felmérte az esélyeket és eljátszott velük. A választ Annie Chapman viselkedésében kell keresni. Szinte bizonyos, hogy önszántából ment el a férfival. Ha erőszakkal rángatta volna el és dulakodásra kerül sor, azt mások is hallották volna. Feltehetően egy újabb puncsaktot látott benne. Egy olyan embert, akitől nem kell tartania. Biztos meggyőző személyisége volt. 1888-ban a rendőrség egy elmeháborodottat keresett, aki inkább állat, mint ember.
Laura azonban teljesen más elkövetőt képzel maga elé. A kézenfekvő az lenne, ha az elkövetőt magának való fickóként látnánk, aki képtelen kommunikálni a nőkkel, de én nem így látom. A 10 éves gyakorlatom is mást mondat velem. Sok ilyen gyilkosnak igenis van kapcsolata nőkkel. Úgy tűnik, a hasfelmetsző az utolsó pillanatig el tudta titkolni kilétét. Laura számára az a pont a fontos, amikor a szex gyilkosságba csapott át, amikor a férfi megmutatta igazi arcát áldozata előtt, amikor felfedte célját. Ez a pillanat kerül a kutatás középpontjába. Hasfelmetsző Jack pontosan tudta, hogy mit csinál, ezért Laurának is részletesen fel kell tárni a tetteit. Az erőszak az ő választása volt. Azért tette, hogy kifejezze önmagát. Nekünk meg értelmet kell keresnünk abban, amit elkövetett. Laura Peter Deanhez fordul. A férfi halott kémis sebész, aki a londoni rendőrség Whitechapel-i részlegénél dolgozik. Ha a hasfelmetsző ma csapna le, az ügy Peter Deanhez kerülne. Szakértőként az ő feladata a sebek értelmezése. Az áldozatok testén talált nyomok alapján következtet arra, miként végzett velük a hasfelmetsző. A támadásait 3 szakasz jellemezte. Az irányítás átvétele, a gyilkolás és a csonkolás. Ebben az értelemben 3 feladata volt, és az első kettővel gyorsan végeznie kellett. Hatalmába kellett kerítenie a nőket. Ráadásul hamar. Mondhatni villámgyorsan. A bizonyítékok arra utalnak, hogy ez több alkalommal folytogatás útján érte el. Annie Chapman esetében egészen biztosan így volt. A törvényszéki orvos dr. George Baxter Phillips leírásában szerepelt a megdagadt nyelv és a fulladásos halál egyéb jellegzetességei. A gyilkost övező legendák természetesen arra irányultak, ahogy az áldozatait kibelezte. De a közhiedelemmel ellentétben nem így ölte meg őket, előbb megfojtotta a szerencsétleneket. A korábbi eseteimből tudom, hogy elég nehéz puszta kézzel megfojtani valakit. Igen, hisz ehhez elég sok idő és nagy erőkifejtés szükséges. De aki nem fulladt meg, annak egyszerűen elvágta a torkát. És ezután, amikor már a földön feküdtek, akkor látott neki a csonkolásnak, a hasfelmetszésnek. Pontosan. Laura szemében ez a szakasz volt a legfontosabb a gyilkos számára. A funkcionális célokon, az irányítás megszerzésén és a gyilkosságon is túlment, mert csak ez izgatta fel és tette kielégülté. Ez rengeteget elárul a fantáziájáról, hogy mi járt az agyában. Egyértelmű, hogy élvezetét lelte a dologban, de fontos mozgató eleme volt a düh, az erő és a hatalom. Nem a kibelezéssel ölt, hanem azért gyilkolt, hogy zsigerelhessen. És pont ezzel keltette fel az azóta sem múló érdeklődést a büntettek iránt. Ráadásul az üggyel kapcsolatos egyik legnagyobb mítosz is így keletkezett. Újra és újra szányra kap az elképzelés, hogy az elkövető sebész lehetett. Az orvos, aki Annie Chapman holttestét megvizsgálta, úgy vélte, hogy a vágásokat képzett kéz követhette el. Az elméletét azonban szinte semmi sem támasztotta alá. Később az orvosok nem értettek egyet ezzel. Dr. Bond, aki az összes esetet tanulmányozta, arra a következtetésre jutott, hogy a tettesnek semmiféle anatómiai vagy sebészi ismerete nem volt. Még annyi sem, amivel egy korabeli hentes vagy más házi állatokkal foglalkozó szakember rendelkezhetett. A Laura számára az, hogy milyen képzettségű volt a hasfelmetsző, csak eltereli a figyelmet egy sokkal fontosabb szempontról, a pszichológiai késztetésről, hogy ilyen súlyos sérüléseket okozzon áldozatainak. Mi elég tárgyilagosan szemléljük a dolgot, a tényeket figyeljük, de megölni valakit, ahhoz komoly motiváció szükséges. Laura éveket töltött azzal, hogy megismeri a gyilkosokat vezérlő indítékokat. Hasfelmetsző Jack több mint 100 éve csapott le. Ám Laura sok hasonlóságot lát az ő és a modern sorozatgyilkosok viselkedésében. Elég nagy adatbázis gyűjtöttem össze az erőszakos és sorozatgyilkosokról. Megpróbáltam gyerekkorukig visszakövetni őket, hogy lássam, mi történt velük. Valami nagy trauma, esetleg fizikai, érzelmi vagy pszichológiai terror érte őket. Ettől lettek veszedelmes bűnözők. Az erőtlenné vált emberek próbálják így visszaszerezni hatalmukat, és szerintem Jack is közéjük tartozott. Yeah.
Laura tapasztalata azt sugallja, hogy a hasfelmetszők egyetlensége valami olyan tettből ered, amit vele követtek el. Peter Dean szerint a haragját adta ki magából a rémes csonkolásokkal, de a menekülésre is ügyelt, hogy teljesen elborítsa az áldozatok vére. Vajon mennyi vér kerülhetett a hasfelmetsző ruhájára? Az eféle kizsigerelések eléggé véres munkát jelentenek. Ha azonban előtte megfojtották őket, és már nem éltek, akkor a művelet kisebb vérzéssel járt. Mert a szív már nem pumpálta a vért. Pontosan, a vérnek már nincs nyomása az artériákban. Mivel késő éjszaka volt, ha egy hosszú, sötét kabátot vett magára, az eléggé sokat eltakart. Azzal elvegyülhetett a járókelők között. Nem keltett feltűnést. Ez azt jelenti, hogy miután teljesítette küldetését, könnyedén felszívódhatott. Hasfelmetsző Jack immár kétszer ölt egyetlen hónap leforgása alatt. Két gyilkosság után a hatóságok és London népe is felismerte, hogy valami új és félelmetes dologgal állnak szemben. Miközben arra vártak, vajon folytatódik-e a rémálom, nem sejtették, hogy a következő két áldozatát egyetlen órán belül kapja el. Ahogy azt sem tudták, hogy olyan bizonyítékot hagy hátra, amit még egy évszázaddal később is vizsgálhatnak. Lorának mit sem jelent az azóta eltelt idő. A hasfelmetsző ügyét ugyanúgy közelíti meg, mintha a rendőrségnek segítene egy aktuális eset felgöngyölítésében. Egy régi mentora, John Grieve keresi fel a pszichológus nőt. John 2002-ben vonult vissza a rendőrség állományából London egyik legelismertebb nyomozójaként. A város történetének jó néhány veszedelmes gyilkossági ügyében közreműködött. A hasfelmetsző szakértőjének számít, és most új fejleménnyel szolgál a történetben. Ez a gyilkos negyedik áldozatához, Catherine Eddowshoz kapcsolódik. Egészen mostanáig úgy tartották, semmilyen tárgyi bizonyíték nem maradt fenn az esettel kapcsolatban. Ám most valaki azzal állt elő, hogy ez a textildarab egy kendő, mely Eddowsh holttestéről származik. Egy csapat törvényszéki szakértő vizsgálja a kendőből vett mintákat. A ruhadarab származása azonban meglehetősen kétséges. A helyszínelést végző egyik rendőr leszármazottjától került elő. Bár most magántulajdonban van, egy ideig az új Scotland Yard bűnügyi múzeumában volt kiállítva. Ha eredetinek bizonyul, ez az utolsó kézzel fogható kapocs hasfelmetsző Jack bűneihez. Ez hát állítólag Catherine Eddowsh kendője. Ha nem végezzük el a teszteket, sosem tudhatjuk meg, sikerül-e bármilyen DNS mintát összevetni a ma élő rokonokkal. A DNS elemzés mit sem ér, ha nincs összehasonlítási alap. De ezen a vonalon is születtek eredmények. Megtalálták Catherine Eddowsh leszármazottjait és kapcsolatba léptek velük. Beleegyeztek, hogy DNS mintát adjanak. Mivel a kendő soha nem jutott a családnak még a közelébe sem, ha a vizsgálat által sikerülne bebizonyítani, hogy ez valóban az elhunyt ruhadarabja volt, de semmit nem mondhatunk, amíg nincs bizonyíték. Ha a textília és Catherine Eddowsh között létrejön az egyértelmű kapcsolat, az anyagon talált egyéb mintákat is felhasználhatják a további vizsgálatokhoz. Talán ez az utolsó esély arra, hogy megszerezzék a hasfelmetsző DNS-ét az egyik áldozat ruhájáról. Catherine Eddowsh 1888. szeptember 30-án halt meg. A hasfelmetsző szakértők ezt nevezik a kettős eset éjszakájának. Ekkor esett ugyanis a gyilkos áldozatául Lestrade is. Ez a hasfelmetsző tevékenységének legjobban dokumentált éjszakája. A rendőrségi feljegyzéseket, a szemtanúk állításait és a törvényszéki jelentéseket feldolgozva egészen pontosan követhető, hogy mikor, hol és mi történt. Laura szakértelmét John Grieve tapasztalatával ötvözi, hisz az egykori rendőr több tucat nehéz nyomozás részese volt. Együtt fogják összeállítani Lestrade és Catherine Eddowsh utolsó óráinak eseményeit. 29-én reggel 8 órakor Catherine Eddowsht egy zálogházból látták kilépni. Az élettársa John Kelly egy pár munkabakancsát csapta a zálogba. 2 shillinget és 6 pennyt kapott érte, és mindet élelemre költötte.
Ez sokat elárul a szegénységről, amiben éltek. Ha már a cipőjüket is el kell adni. Hogyan akarta visszaszerezni a cipőket, mikor hétfőn a férfinak munkába kellett menni? Honnan szerezte volna meg a 2 shillinget és a 6 pennyt? Tudjuk, hogy Catherine Eddowes is prostituáltként dolgozott. Valahonnan kellett még pénzt szereznie aznap, mert elég jól felöntött a garatra. A rendőrök jelentése szerint délután 6-kor az Eldgate High Street-en szúrták ki. Teljesen részeg volt, vagyis védtelen. Ez ugye már a 3. hasonló eset az ügy során. Másfél kilométerrel távolabb Lee Stride is jó pár pohárral megivott. A Queen's Head kocsmában, majd később a Bricklayers Arms-ban is megfordult. Őszintén szólva, nem nagyon tudtak más csinálni, nem igaz? Az ital, a szex, és ennyi. Catherinehez hasonlóan Elizabeth Stride is utcanő volt. Azt tudjuk, hogy 1843-ban Svédországban született, ám élettörténete zavaros, mert sokat lódított a múltjával kapcsolatban. Azt állította, hogy házas volt, és a férje akkor halt meg, amikor a Princess Alice elsüllyedt. De ez nem volt igaz. A Bishopsgate rendőrállomás fogdájának adatai szerint Catherine Eddowes este 8-kor került be, mivel részeg is maga tehetetlen volt. Ez a 2 áldozat szinte teljesen egyforma életet élt, ráadásul igencsak közel egymáshoz. Mindketten a testükből éltek, mégis annyian voltak aznap éjjel az utcán. Miért pont őket választotta? Lee Stride-dal úgy éltünk együtt, mint férj és feleség. Csendes, józan életű nő volt. A szemtanúk ettől kicsit eltérő képet festettek Lee Stride-ról. Este 11-kor egy kocsma bejáratában látták egy ismeretlen férfi karjában. A következő néhány óra során még 3 férfival találkozott. Éjjel 3:45 körül James Brown dokmunkás hazafelé tartott, mikor Liszt egy 170 centi magas, köpcös férfi mellett látta meg, aki hosszú kabátot viselt. A férfi elállta a nő útját, és Brown, aki később azonosította Liszt holttestét, a nő hangját is hallotta. Ma nem, talán egy másik este. Van tehát egy sor leírásunk férfiakról, akik lehetnek különböző emberek is. De lehet, hogy mindenki ugyanarról a személyről beszélt. Mivel a nő szexuális szolgáltatást nyújtott, ez már maga is nagy kockázattal járt. Az áldozatok védtelenné váltak, viszont azzal is járt, hogy sokan ismerték és azonosították őket. Ha mindent összerakunk, amit tudunk, amiről a szemtanúk beszámoltak, akkor szinte teljes kép tárol a szemünk elé. John is azt választja, hogy úgy dolgozik, mint egy mai gyilkossági eset kapcsán. A tanúktól szerzett vallomásokat fogja összevetni. Vajon, ha 1888-ban a rendőrök elkészíthették volna a gyanúsított fantom képét, elkaphatták volna, mielőtt újra lecsap? Catherine Eddowes szeptember 30-án éjjel egyig élvezhette a Bishopsgate fogdájának biztonságát. Ekkor az ügyeletes foglár elég józannak ítélte, hogy elengedje, és a nő Eldgate felé indult el. A legszomorúbb az egészben az, hogy pont akkor engedték el, és erről akár a rendőrök is tudhattak, amikor a gyilkos a közelben új áldozat után kutatott. Lee Stride-dal ekkorra már végzett. A nő testét 12:45-kor fedezték fel, még melegen. A torkán égtelenkedő vágásból, mely a halálát okozta, még folyt a vér. Alig 5 perccel korábban vesztette életét. A nyaki sebben kívül egy karcolás sem volt rajta. Csonkolásnak semmi nyoma. A megtalálók elriasztották a gyilkost. Amikor befordultak az udvarra, megzavarták a munkájában. Akik miatt a hasfelmetsző elmenekült, Liz életét már nem tudták megmenteni. Ugyanakkor akaratukon kívül megpecsételték Catherine Eddowes sorsát is.
Az elkövető úgy érezte, be kell fejeznie a munkáját, ki kell élnie a szenvedélyét. Az ereiben dobolt az adrenalin, vadászni akart, becserkészni valakit. Biztosra akart menni, hogy ez alkalommal teljesen befejezhesse a művét, semmi ne jöhessen közbe. Tudjuk, hogy Jack éjjel egykor a Burner Street-en volt, és nyugatra haladt a Middle Square felé. Legkésőbb 1:30-kor érkezhetett meg ide, mivel Catherine Eddowes testét 1:45-kor találták meg, és biztos, hogy eltöltött vele egy kis időt. Catherine testén súlyosabb roncsolásokat találtak, mint eddig bármelyik áldozat esetén. Nagy dű tombolhatott benne az előző megzavart kísérlet miatt. Ki tudja, mi járhatott ekkor az eszében. Talán a nő ellenkezett vele, ezért dühödött be annyira, hogy felszabdalta az arcát és levágta az orrát. És a hasfelmetsző még egy harmadik helyszínen is járt aznap éjjel. 2:55-kor Alfred Long rendőr a Gulston Street-en hajtott végre kutatást. A szeme megakadt az egyik falfirka alatt egy darabka véres rongyon. Ezt Eddowes kötényéből szakították ki. Ez az egyetlen tárgy, amiről biztosan tudjuk, hogy a gyilkos az egyik helyszínről egy másikra vitte át. Ebben az esetben amikor és ahol a legfontosabb két kérdés. A Burner Street-en megzavarták. Újra vadászni indult, és rálelt Catherine Eddowesra a Middle Square-en. A Gulston Street-en talált rongy azt jelzi, hogy irányt váltott. A munkát elvégezte, az éjszaka is végéhez közeledett. Vajon merre tartott? Egyenesen hazaindult. Az otthonához milyen közel követte el tetteit? Egy héttel később egy levél érkezett George Lusk címére. George a Whitechapel polgárőrbizottság elnöke volt. Ők járták a környék utcáit, hogy elkapják a hasfelmetszőt. A feladó helyén annyi szerepelt, a pokolból. A borítékban egy fél emberi vese is volt. Lusk úr, küldök önnek egy fél vesét, melyet az egyik nőből szedtem ki, és önnek tartósítottam. A többit megsütöttem és megettem. Nagyon finom volt. Elküldhetném a véres kést is, mellyel kivágtam őket. De erre még várnia kell. Aláírás. Kapjon el hatót, Mr. Lusk. Az újságok és a rendőrök több száz hamis bejelentést kaptak, melyek állítólag a gyilkostól származtak. Azonban egyik sem volt olyan hiteles, mint ez a levél. A vese a Bright betegség jeleit hordozta magán, melyben az elmondások szerint Catherine Eddowes is szenvedett. A vese verőér hossza passzolt ahhoz, amennyi Catherine Eddowes testében bennmaradt. Ezen adatok ismeretében a levelet szinte biztosan valódinak lehet nyilvánítani. Mit árul el a levél az írójáról? Többen trükknek tartják. Szerintük a hasfelmetsző művelt ember volt, csak megpróbálta fél műveltnek feltüntetni magát. Laura Francis Rock törvényszéki grafológushoz fordult. Ő elemzi a levél szövegét. Mit árul el nekünk az elkövetőről? Vannak itt érdekes szavak, például amelyekben E betűk szerepelnek. Látszik, hogy két szóvégi helyről is hiányoznak. Ez lehet egyszerű elírás is, de elképzelhető, hogy a levél írója nem is sejtette, hogy hibásan ír. A szöveg önmagában nem elég a szerző azonosításához, de sokféle megfigyelést tehetünk, amely közelebb visz a gyilkos személyiségének megismeréséhez. Nem valószínű, hogy magas iskolai végzettséggel rendelkezett volna. A levél kevés meglepetéssel szolgált, de az összeesküvés elméletekkel szemben az a valószínű feltételezés, hogy az írója alacsony iskolázottságú volt, a társadalom alsó rétegéhez tartozott. Laura számára a levél két további nyommal szolgált, ezek a kannibalizmusra utaló jel, valamint a címzett személye. 10 év alatt mindössze 2 esetben találkoztam kannibalizmussal, ahol az áldozat testéből valamit azért távolítottak el, hogy megsüssék és megegyék.
Elképzelhető, hogy itt csak arról van szó, hogy ezzel is fokozni akarta tettei rémségét, hogy rettegést keltsen, nagyobb hatást váltson ki a helyi közösségben. A többi, hamisnak bizonyult levéllel ellentétben ezt nem az országos hatóságoknak vagy a sajtónak küldték. Jack nem nemzetközi hírnévre vágyott. Egy helyi vezetőnek címezte a küldeményt. A figyelmét nem a világra, hanem kizárólag Whitechapelre fordította. Minden bizonyíték arra utal, hogy a hasfelmetsző is ezen a környéken lakott. November 9-én reggel Thomas Boyer Whitechapel egyik házához érkezett, hogy átvegye a lakbért a bérlőjétől. Amikor a kopogásra nem kapott választ, belesett az ablakon. Később azt mondta az újságíróknak, amit odabent látott, az csak az ördög műve lehetett. Mary Kelly lakásának ajtaja zárva volt. A szobában mindenütt a testének darabjai hevertek. Az ötödik áldozatról kevesebbet tudunk, mint a többiekről. Fiatalabb volt náluk, 25 év körüli. Állítólag különösen szép volt, de nem maradt fenn róla egyetlen fénykép sem. Ő is prostituált volt, ám az egyetlen a meggyilkoltak közül, aki állandó lakcímmel rendelkezett. És csak őt ölték meg zárt térben. Amit műveltek vele, az a legszélsőségesebb erőszak, amit emberi test ellen el lehet követni. Az arcot a felismerhetetlenségig eltorzították. Az orrot, az állat, a szemöldököket és a füleket mind lemetszették. A tettes több órát tölthetett el a test mellett. Talán azért, mert biztonságban érezte magát a lakásban, falakkal körülvéve. Viszonylag gyorsan végzett a nővel, és utána véghez vihette mindazt, amit a fantáziája diktált neki. Mindkét mellét levágták, nagyjából körkörös bemetszésekkel. A szív nem volt a helyén. A hasfelmetsző ügy kutatói szerint ez volt az utolsó gyilkosság. Mary Kelly halála után máig ismeretlen okból Jack abba hagyta. Lola mostanra mind az öt halálesetet áttekintette. A szükséges vizsgálatok eredményei is megérkeztek. A DNS teszt, a földrajzi adatgyűjtés, a hasfelmetsző számítógéppel generált arcképe. Vajon ezek ismeretében milyen közel juthat a megoldáshoz? Lora részletes pszichológiai elemzést készített a tettesről. A tanulmány alapja a több évnyi tapasztalat, melyet a legveszélyesebb bűnügyek felderítésében szerzett. Sorozatgyilkosok, nemi erőszaktevők, ők mind hasfelmetsző Jack modernkori utódai. John Grieve, a Scotland Yard gyilkossági csoportjának korábbi vezetője is elvégezte a dolgát. Két szálon tud beszámolni fejleményekről. Az egyik az a munka, amely során DNS mintát próbáltak kivonni a ruhadarabból, melyet állítólag Catherine Eddowes a negyedik áldozat viselt halálakor. Több mint 100 évvel a gyilkosságok után ez lehet az utolsó esély arra, hogy közvetlenül a hasfelmetszőhöz kötődő tárgyi bizonyítékot fedjenek fel. Ám a vizsgálatok nem mutattak ki DNS-t. Semmi értékelhetőt nem találtak. Sajnos sem bizonyítékként, sem további támpontként nem tudjuk felhasználni. A DNS nélkül a ruha magában nem segít. Újat már nem tudunk megáltala. Akkor ezt a vonalat lezárhatjuk. 118 év telt el az eset óta. Az összes tárgyi bizonyíték megsemmisült vagy használhatatlanná vált. Ám számos olyan támpont is létezik, melyen nem fog az idő. John a szemtanúk beszámolóit is áttanulmányozta. Népszerű az a tévhit, hogy soha senki nem látta a gyilkost. Jack csak úgy eltűnt a ködben. Ez persze nem igaz. Sokan vannak, akik beszámoltak a rendőrségnek a látottakról. 13 ember adott személyi leírást egy férfiról, akit a gyilkosságok helyszíne körül láttak, vagy épp valamelyik áldozattal röviddel a halála előtt. Természetesen mindig adódnak gondok a szemtanúk beszámolóival.
Ez alól ők sem kivételek. Egyes vallomások jelentősen eltérnek. Ezek biztosan más és más személyre vonatkoznak. Ám több olyan nagyjából megegyező leírást találni, amely könnyen ráillik egy és ugyanazon férfira. Ha ezeket az adatokat mind összerakjuk, kapunk egy általános képet a tettesről. A beszámolók alapján és a rendőrségi feljegyzéseket figyelembe véve egy digitális technikát alkalmazó szakember elkészíti az elkövető fantomképét, mintha csak egy mai ügyben nyomoznának. 25-35 év közötti, 170-175 cm magas. 1888-ban erre a férfira vadásztak a rendőrök. Laura most a képet is összevetheti a gyilkos pszichológiai portréjával. Az ő véleménye szerint a legendával ellentétben Jack nem volt lángész. Biztos, hogy nem volt egy Einstein. Sok kockázatot vállalt, megfontolás nélkül cselekedett, mégsem akadtak a nyomára. De én azt mondom, ez 80%-ban a véletlennek és a szerencséjének köszönhető, és csak 20%-ban a tudatos tervezésnek. Mégis elég ügyesen lavírozott a veszélyes terepen. Azt tudta, mikor válik olyan forróvá a helyzet, hogy kereket kell oldania. Ugyanakkor nagyon elszánt volt. Egy éjszaka alatt akár kétszer is lecsapott. Lee Stride-dal épp hogy végzett, amikor nem tudta folytatni a munkáját. Ezért másfél kilométerrel távolabb valaki mást is megtámadott. A gyilkos jártas lehetett társasági kapcsolatokban, így hatékonyabban tudta becserkészni a kiválasztott nőket. Feltehetően elég jól tudott manipulálni. Megvolt a képessége, hogy meggyőzően hazudjon. Még azt is mondanám, hogy bizonyos fokig kellemes modorú volt. Ez segítette őt, és persze az sincs kizárva, hogy mindeközben rövid távú párkapcsolatai is lehettek. A felszín alatt azonban teljesen hiány volt normális érzelmeknek. Senkivel szemben nem érzett szánalmat, együttérzést, soha nem bánta meg, amit tett. Valószínűleg nem is zaklatta fel az ügy. Az áldozatokban csak tárgyakat látott. Pont a fenti tulajdonságok, a meggyőző külső, az elszántság és a kegyetlenség ötvözete, valamint az elvegyülés képessége tette őt igazán veszélyessé. Ha nagyon feltűnő, gyanús lett volna, akkor sokan felismerik, és válaszolnia kellett volna a kérdésekre. De ez a férfi ártalmatlannak, jelentéktelennek tűnt, bár végig ott volt az orruk előtt. Az otthona feltehetően nem volt messze vadászterepétől, a Whitechapel negyedtől. De pontosan hol élt? Laura Kim Rossmo segítségét kérte a földrajzi adatgyűjtésben. Kim most úgy véli, sikerült megtalálnia az utcát, ahol a gyilkos nagy valószínűség szerint lakott. A számítógépes eljárást a világ számos pontján használják a sorozatgyilkosok kézrekerítéséhez. Az öt gyilkossági helyszínt figyelembe véve a vörös zónák a legmagasabb pontok jelzik a helyet, ahol a rendőröknek keresgélniük kellett volna. Az adatok alapján a legnagyobb valószínűsége a Flower Streetnek, a Dean Streetnek, a Fashion Streetnek és a Throw Streetnek van itt, Whitechapel központjában. Vajon a rendőri erőket ide a Flower és Dean Streetre kellett volna összpontosítani? A környék mára teljesen megváltozott, csak egy kis rész maradt fenn akkori állapotában. A népszámlálási jegyzőkönyvek azonban őrzik emléküket erről a helyről. A város egyik legkeményebb gettója volt, a legszegényebb lakosok otthona. Az adatgyűjtés eredménye azt mutatja, hogy Jack itt lakott áldozatai körében. A feltevés azon alapszik, hogy hol találták meg az öt áldozat holttestét, de tökéletesen beleillik a viktimológia módszerével a megölt nők életéről gyűjtött adatok közé. A gyilkosságokat megelőző évben mind az öt nő alig 100 méterre élt ettől az utcától. A rendőrség minden itteni lakost kikérdezett az Eddowes gyilkosságot követően. Arról nem maradt hátra feljegyzés, hogy kikkel beszéltek. Lehetetlen megállapítani, milyen közel jutottak. Laura azonban úgy véli, a hasfelmetszőt is kihallgatták, de nem figyeltek fel rá. Szinte bizonyos, hogy a hasfelmetsző és a rendőrök valamilyen módon kapcsolatba kerültek egymással. Sokszor hallom a rendőröktől, hogy ha ott áll velem szemben, meg fogom ismerni.
ám ez szinte soha nem működik, hisz az elkövető egyáltalán nem olyan, amilyennek magukban lefesték. Az a legfőbb tulajdonsága, hogy hétköznapi, jelentéktelennek tűnő ember, és itt sem volt másképp. Jack elképesztő rémtetteket követett el, de minden bizonnyal egy átlagember benyomását keltette. Talán ez az a pont, amilyen közel eljuthatunk az első modernkori sorozatgyilkos személyéhez. Ha a rendőrségnek akkor rendelkezésére álltak volna a mai módszerek, talán minden másképp alakul. Akkor ma a legtöbben nem is ismernék hasfelmetsző Jack nevét. Ha az a rendőr, aki a nyomozást vezette akkoriban, minden információt megkapott volna, amivel most mi rendelkezünk, megfejtette volna az ügyet.